Ez a kerékpárút, amin haladok, ez a Schwarzerádvég, ez a kis folyó a Schwarza. Egy darabig követni is fogom, most a következő város, mint főbb célpont, Glognitz. Egyébként Wiener Neustadtból, Bécsújhelyről indultam ma, és hogyha azt mondom, hogy az Alpokban vagyok, akkor az nem is olyan nagy túlzás, rögtön ott szembe egy régi ismerős, a Sonnenstein, és a Fischbachi Alpok. Az igazi főszereplők most nem látszanak, itt vannak jobbra, ezek az alacsonyabb hegyek takarják őket. Néhány vágóképen már megmutattam a film elején a Schneeberget. Később majd még természetesen látni fogom ezeket a 2000-es hegycsúcsokat. Bécsújhely 265 méteren található, tehát abból a magasságból indultam, és most már 420 méter fölött vagyok, és bizony a magasság jelzőm azért még fog mutatni ma ennél jóval magasabb értéket is. Elég kíméletlen szél fúj, sajnos. Megérkeztem Glognitzba, és folytatom az utat a Schwarzatalrádvégen. És bár egyelőre még csak így a vasúti villanydrótok között, de felbukkant a mai nap másik nagy főszereplője, a Rax. Még egy kis tekergés, és már ott leszek a tövében. Glognitzból Bayerbachon keresztül Reichenau an der Raxig tekertem a Schwarzatalrádvégen. Ebben a nagyon szűk, keskeny völgyben folytatódik a Schwarzatal. Pontosabban innentől kezdve Höllentalnak hívják, pokolvölgynek. Ez gyakorlatilag ez a nagyon mély, szurdokszerű völgy, ez a Schneeberg tömbjét választja el a Rax tömbjétől. Egy nagyon szép hely az is. És akkor ott látható előttem a Hoykuppe is. Az a Rax fennsík legmagasabb csúcsa, 2007 méter magas. És akkor itt meg is indultam Reichenauból, Prain falucska felé. A falu fölött egy ezres hágó van a Rax oldalában, a Preinerkscheid. És most már a Schneeberg is kezd megint előbújni. Nagyon jó idő van, egy kicsit nyomott, felhős, de nagyon meleg van.
ott szemben már látszik a Trányerkscheid. Lassan elhagyom Prajn an der Raxot, és elhagyom a 700 méteres tengerszint feletti magasságot is. Fantasztikus, hogy parádézik itt előttem a Rax. Hihetetlen. Most már a hőmérséklet is egy kicsit jobb, ahogy így magasabbra jutok, de ez természetes is. Az első szerpentin kanyar, jó 10%-os meredekség mellett. Hókupacok. Örök zöldek átveszik a stafétát a lombhullatóktól. Ez így is van rendjén. Elhagytam a 800, sőt a 850 méteres magasságot is. Szóval a Rax tömbje. Miért is kiemelten fontos a Schneeberger egyetemben, ami most nem látszik olyan szépen, de ott van valahol, az talán az, ami kis kibukkanó, az a Schneeberghez is tartozik. Szóval a legkeletebbre fekvő 2000-es hegyek az Alpokban, hát pontosabban ugye a Schneeberg a leges-leges legkeletebbre fekvő, de hát nincs tőle messze a Rax sem. A Schneeberg legmagasabb csúcsa a Klosterwappen, 2076 méter magas, tehát egy kicsivel magasabb, mint az itt előttem terebélyeskedő Rax. És mindkettő hegytömb az északi mészkő Alpokhoz tartozik, talán helyesebben északi üledékes Alpok. Ugye ma már megmutattam a Fischbachi Alpokat is, annak a szélét pontosabban, az kristályos kőzetekből épül fel. A Schneeberg és a Rax mészkőből. 900 méteren vagyok, szaporodnak a hófoltok az út mentén.
bizony lassan megérkezem a Preinerkscheidre. Szóval mit mondjak? Azért így áprilisban egy ilyen Alpok élmény azért fantasztikus dolog. Pláne egy Alpok rajongónak. És ez most már tényleg a Preinerkscheid. Megérkeztem. Nem először vagyok itt. Voltam már fönt többször is, de ez egy igazi tavaszi hágó, így szoktam nevezni. Nem túl magas, de nem is túl alacsony. Ilyenkor pont jól esik az embernek. Hú, nagyon jó itt lenni. A Preinerkscheid természetesen egy nyereg, tehát két oldalról is megmászható. Az az oldala nehezebbik, ahonnan én másztam meg. Viszont nem a túloldalon gurultam le, hanem visszagurultam Preinba. És ennek megvan a maga oka. Méghozzá az, hogy egy kis felfedező túrát is terveztem mára. Semmeringi nyerget is meg akarom mászni. Látszik, 12 kilométerre van. 980 méteres magasság, nem úgy értve felfedező túra, hogy nem voltam még az Semmeringi nyerengben, mert természetesen voltam már, de ezen a kis úton még nem. És csak ezt akartam mutatni, nagyon érdekes, hogy valahol a Kscheidot AI-vel írják, valahol meg EI-vel. Szóval itt egy kis erdei út vezet fel a Semmeringi nyerekbe, és ez nagyon érdekesnek ígérkezik. A meredekség itt rögtön az elején 11% fölött van. Na, volt itt az előbb egy jó kis majdnem 13%-os rész. Ráéreztem én, hogy jó kis út lesz ez. Körülbelül 850 méteren van egy kis komplexum, Gesundheitsresort. Olyan 830-ig egyfolytában 10 és 14% között volt a meredekség. Most egy kicsit szelidebb, 6-8. Na és most nagyon jól lehet már látni a Schneeberget is. Na szóval az a Klosterwappen, 2076 méter magas csúcs, és ha minden igaz, látható, igen, ott van, az a Kaiserstein, 2061 méter magas. Ez azt hiszem, hogy a második legmagasabb csúcs, Kaiserstein, tehát. Szóval Schneeberg. Ma még sok örömemet fogom lelni benne.
900 méter fölött valamivel, olyan 920-30 között kezdődik egy visszagurulás. Erre számítottam mondjuk a térkép alapján, de pontosan nem tudom, hogy mennyit kell majd visszagurulni. Most viszont fantasztikus a kilátása az Onvenstein irányába. Most ő itt a főszereplő, egy jó darabig. Ugye ez egy 1500 méter, hát valamivel 1500 méter fölötti csúcs. Ez azért látványos volt, mit ne mondjak. Jobban le fogok gurulni, mint gondoltam. Hát ez a völgy, ez valami hihetetlen, elvarázsolt. Ez nagyon szép. Na, megérte erre jönni. Na jó, hideg van itt. Látszik is, hogy itt azért még tél van. Rendesen. Vasúti híd. Hát, parádés. Ez egyébként nagyon híres vasútvonal, ez a Semmeringi pálya. Na, azt hiszem, hogy a keszthelyi vasút modell kiállításon is megcsinálták, de most ebben így hirtelen nem vagyok biztos. Visszagurultam jó 720-ra, innen most megint kemény kapaszkodó vár rám. Most így Semmeringen belül sikerült megint elérnem az 1000 métert. Na szóval körülbelül 1030-ról, sőt 1027-ről egészen pontosan gurultam vissza ide a Semmeringi nyeregbe. Itt még nyitva találtam a kedvenc billámat is, hogy beszerezzek. Na hát, mit gondoltok, mit? Granny's márkájú almafröccsöt. És itt el is búcsúzom a kedves nézőktől, ahogy ezt szokás mondani. Nekem még elég hosszú lesz a nap, de a filmet itt befejezem. Maximum néhány rövid vágóképet jelenítek meg még.